Minden szentek előtt egy nappal került sor a Hard Dog Race sorozat dunajvárosi futamára, így az indulók közül sokan az angolszász Halloween alkalmát megidézve különleges arcfestéssel, kosztümben teljesítették kutyájukkal a 6,5 kilométeres pályát, amelyet az alsó Dunaparton alakítottak ki a szervezők. Nagyon jó volt szokás szerint, kemény volt a pálya, föl, le, hegyen, jó volt. Siklódi Pop Ildikó elmondta, nem csak ő maga, hanem négylábú társa is élvezte a futamot. Én amikor meghallja ezt a nagy hangcserőt, meg a sok kutyát, rögtön betörök, hogy jó Isten, akkor induljunk, fussunk, úgyhogy ő nagyon szereti. Púza András, az esemény szervezője elmondta, két különböző megmérettetést is lebonyolítanak. A Hard Dog Race maga alapból egy kutyás akadálypályás futóverseny, amit most elhoztunk ide Dunaújvárosba, amit látnak a nézők a hátul mögött, az a Not Just Run verziója. A Not Just Run-ra az jellemző, hogy nincsenek akadályok, egy sima kutyás telefutó verseny, és mindig egy jó ügy mellé állunk, és a nevezési díjak egy bizonyos százalékával támogatunk egy alapítványt, vagy egy non-profit szervezetet, ez idén a 10 millió fa volt, és ez maga a Not Just Run. A szervező a verseny ötletének megszületéséről is elárult részleteket. Maga a Hard Dog Race pedig, mint akadályos verzió, az pedig onnan jött az ötlet, hogy én annak idején a Magyar Honvédségben kutyavezető tűzszerészként szolgáltam, és nagyon nagy hobbim mellett az akadálypályás futóversenyek, tehát a sima embereknek szánt, és tulajdonképpen ezt a két világot hoztam ezzel az ötlettel, és így született az akadályos verziója a Hard Dog Race-be, és a Not Just Run az pedig utána született, ezt most másodszor rendezzük meg, tavaly volt az első. A Hard Dog Race sorozat az idei évben a vártnál kevesebb futammal zajlott. A dunajvárosi rendezvény volt az idei év versenyei közül az utolsó.